Hungary Helps egy kormányzati program, ami a miniszterelnök doktrinája alap, ami a miniszterelnök doktrináján alapul, hogy nem a bajt kell beengedni Európában, hanem a segítséget kell helybe vinni. Ezzel folytatjuk. Az országgyűlés decemberi utolsó ülésnapján fogadta el a magyar humanitárius segítségnyújtásról, a Hungary Helps programról szóló törvényt. A program 2 évvel ezelőtt indult. Egyik alapelve, hogy Magyarország a migrációt helyben szeretné megelőzni, és hogy a válságrégiókban nyújt segítséget, hogy ne kelljen útnak indulniuk az ott élő embereknek. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az üldözött keresztény közösségekre, mert a magyar kormány szerint ez a világon a legüldözöttebb vallási csoport. A magyar kormány humanitárius erőfeszítéseinek elismerését jelenti az az amerikai-magyar együttműködés, amely az üldözött keresztények védelmében született szintén múlt év végén az Egyesült Államokkal. Azbej Trisztán, a miniszterelnökség államtitkára napi aktuális című műsorunkban rámutatott. Az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően Mike Pence, az Egyesült Államok alelnöke és amerikai vezetők elismerően nyilatkoztak a Hungary Helps programról. Azért támogatjuk kiemelten az üldözött keresztény közösségeket, mert ez a csoport a világon a legüldözöttebb vallási csoport. Másrészt pedig kulturális szempontból keresztény ország vagyunk, és úgy érezzük, hogy erkölcsi kötelességünk a szolidaritásnak ez a megnyilvánulása a Közel-Keleten, Afrikában szenvedő, a hitük miatt ártatlanul szenvedő keresztény emberek irányába. Gulyás Gergely miniszter január 1-jével Juhász Hajnalka KDNP-s politikus nevezte ki a Hungary Helps program miniszteri biztosává. Kinevezése 2020 végéig szól. Ezzel folytatjuk. Tehát Juhász Hajnak, a Magyarország humanitárius kapcsolatainak fejlesztéséért felelős biztos a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kereszténydemokrata politikus, ezt elfelejtettem. Na ugye, ezt az ellenzéki sajtó ezt a programot azzal szokta támadni, hogy azért nem támogatja a menekülőket, az Európába jövő menekülteket a kormány, mert hogy muszlimok. Én azt gondolom, hogy a kormánynak erről más az álláspontja, hanem a keresztényeket akarja támogatni helyben. Önnek milyen információi vannak, hogy milyen problémák, milyen nehézségek sújtják a keresztényeket a Közel-Keleten? Ami azt gondolom az elsődleges és legfontosabb szempont, hogy a magyar kormány felismerte a migráció veszélyét, és ehhez kapcsolódóan elsőként mondta ki Európában azt, hogy nem a problémát kell beengednünk Európában, hanem hogy a helyben való segítést hogyan valósítjuk meg, hogyan hozunk létre egy prevenciót, a migrációt hogyan előzzük meg. Ugye a Migrációkutató Intézet közölte a legutolsó adatokat, hogy a migráció forrásövezeteiben lévő régiók esetében 2050-re 500 millióval fog nőni a lakosság. Ezért át kell gondolnunk, hogy ezeket a kihívásokat, ami Európára vár, hogyan oldjuk meg, és erre adott egy olyan hiteles keresztény demokrata választ a magyar kormány, amivel létrehozta az üldözött keresztények megsegítésért felelős államtitkárságot, és amely államtitkárság felel a Hungary Helps programnak, Magyarország segítprogramnak a megvalósításáért. Ennek a feladatát fogom ennek az államtitkárságnak segíteni. Abban, miniszteri biztosként mi a pontos feladat? Az én pontos feladatom az lesz, hogy Magyarország humanitárius segítségnyújtásának, a nemzetközi kapcsolatainak a fejlesztésében vegyek részt. Azt gondolom, hogy a külügyi bizottság elnökeként és az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének a tagjaként én nagyon fontos dolognak tartom ennek a jelentőségű programnak a nemzetközi szinten való nem csak megismertetését, hanem szövetségesek, a V4 országokkal egy egységes stratégiai elképzelés kialakítását, egy stratégiai együttműködésnek a megvalósítását. Ebben azt gondolom, hogy fontos szerepem lesz. Lesz kiemelt régió, amire külön kell, oda kell figyelni, vagy külön érdemes odafigyelni? Magyarország jelen van már humanitárius segítségnyújtás tekintetében Szíriában, Irakban, Libanonban, Egyiptomban, de a humanitárius segítségnyújtás mellett a nemzetközi fejlesztés együttműködés is fontos szerepet játszik. Ahogyan ezt a törvény, amelyet decemberben fogadott el a parlament, nagyon egyértelműen szabályozza, megjelent már a magyar kormány, de további elképzelések vannak az afrikai területeken, Nigériában, Kenyában. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog azt látni, hogy a magyar emberek munkájának köszönhetően a gazdasági teljesítményünkkel összhangban nagyobb mértékben szeretnénk részt venni a humanitárius segítségnyújtásban, és valóban hiszünk abban, hogy a megelőzés, a helyben való segítés, a szülőföldön való maradás, az lehet az igazi válasz, ahelyett, hogy a migrációt támogatnánk.
valamennyi humanitárius programot, de tartozik majd önökhöz? Gyakorlatilag a Hungary Helps foglalja össze Magyarország humanitárius segítségnyújtását. Ezen belül nagyon fontos és kiemelt feladata az államtitkárságnak az üldözött keresztények megsegítése. De emellett maga... Ez csak egy részfeladat. Így van, de természetesen arra való tekintettel, hogy Magyarország és a magyar kormány számára rendkívül fontos az európai keresztény kultúra és a közel-keleten élő üldözött keresztényeknek a megsegítése. Ezért ez egy kiemelt terület a humanitárius segítségnyújtásnak, de hogy a törvény is egyértelműen szabályozza, háborús övezetekben, katasztrófa sújtotta területeken is ott kíván lenni a magyar kormány. Kimondottan ez válság sújtotta övezetekre vonatkozik? Csak azért kérdezem, mert Európában például. Ugye itt karácsony előtt megtámadták ezt a német kolostort, brutálisan bántalmaztak papokat. Épp most olvastam az egyik blogon, hogy ferences szerzeteseket bebörtönöztek Amerikába azért, mert egy abortusz klinikán rózsafüzért adtak a kismamáknak, és ilyen gondolatébresztő cédulákat. Tehát van keresztény üldözés, vagy keresztény üldözésre utaló jelek vannak Európában, és lehetséges, hogy Európában is tudunk segíteni? Azt gondolom, hogy ez a magyar modell, ahogy miniszterelnök úr is mondta, egy olyan missziót kíván betölteni, ami egy felébresztés, egy ébresztés arra, hogy egy identitást vesztett európai kultúrában, mi a mi feladatunk, és azért is fontos azt gondolom, hogy ebben a programban gondolkodni és hosszú távon képviselni ezt az Európai Unióban, mert láthatóan vannak akár Lengyelország, csehek, szlovákok, vannak olyan szövetségeseink, akik hasonlóan látják ezeket a kérdéseket, és azt gondolom, hogy ki kell mondanunk azt, hogy a közel-keleten azok a területek a legveszélyeztetettebbek, amelyek a keresztény kultúránk bölcsőjét jelenti. Európa ezektől a területektől kapta és köszönheti a keresztény kultúráját. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos feladat a migráció megelőzése mellett a humanitárius segítségnyújtás és a helyben való segítés. Itt a bejátszóban erről a bizonyos amerikai kapcsolatról is szó esett. Ön hogyan értékeli ennek az értékét, vagy mitől fontos ez? Fantasztikus diplomáciai siker, azt gondolom, és ez a program valódi visszaigazolása. Az, hogy az Amerikai Egyesült Államok egy együttműködési megállapodást köt a magyar kormánnyal, és a USAID, az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség, amelyel megkötötte gyakorlatilag a magyar kormány az együttműködési megállapodást, azt jelenti, hogy nem csak, hogy komolyan veszi Amerika a programunkat, hanem gyakorlatilag ehhez szeretne kapcsolódni, az üldözött keresztények megsegítésében szeretne részt venni, és ez azért nagyon fontos dolog, mert hogyha egy ilyen komoly szövetségesünk van, azt gondolom, hogy elindít egy folyamatot, amely talán remélhetőleg más tagállamok számára is elgondolkodtató lehet, hogyha Amerika ebben egy példaértékű együttműködési megállapodást köt a magyar kormánnyal, akkor azt gondolom és hiszek abban, hogy nagyon jó úton járunk, és hagyj emeljem ide, hogy múlt évben külügyminiszter úr és a lengyel humanitárius segítségnyújtásért felelős miniszterasszony is kötött egy együttműködési megállapodást, amely Szíriában, Homs városában egy árvaháznak a felújítására fog vonatkozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy nőnek a szövetségeseink. Juhász Hajnoka, köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm szépen.